Hát akkor a mai órán elkanyarodunk az eddigi tájegységek földrajzától, és most már úgy egészben nézzük Magyarország helyzetét. Több dolgot is fogunk majd venni az elkövetkezendő órákon Magyarországról, hogy egészében ámblok. Az első, amit így fogunk nézni, az éghajlata Magyarországnak. Nézzük meg Magyarország éghajlati helyzetét, hogy is néz ki Magyarország. Általános jellemzője magyar éghajlatnak. Ugye alapvetően a Kárpát-medence és Magyarország a szélességi köréből adódóan is a mérsékelt övezetbe tartozik, és itt is, mivel hogy viszonylag távol van az óceánoktól, a kontinentális éghajlatot tartozik. De még ebben is elég speciális Magyarország, hiszen ad egy befolyásolja a medence jelleg, ad kettő, pontosan az ország közepén húzódik a száraz kontinentális és a nedves kontinentális határvonal, nagyjából a Dunánnál van a határvonal, ott Budapest környékén, tehát a Dunától keletre már száraz kontinentális éghajlaton vagyunk, nyugatra pedig nedves kontinentális éghajlaton, bár azért hozzá kell tennem, hogy ez a fajta nedves kontinentális éghajlat, meg mondjuk egy csehországi nedves kontinentális éghajlat között ég és föld a különbség. Én tavaly például, amikor Csehországban jártam nyáron, ott minden zöld volt, hazajöttünk, és nem tudtam, mi volt két napig olyan furcsa, mert rájöttem, hogy ki van égve a fű gyakorlatilag nyár elején, mert hogy Magyarországon annyira nem esett eső. Ugye a másik, amit mondtam, hogy befolyásoló tényező, az a medence jelleg. A medence jelleg maga egy védekező erő, mivel hogy hegyek vesznek minket körbe, ennek köszönhetően brutálisan extrém időjárás nem nagyon valószínű Magyarországon, tehát nincsenek extrém hidegek, extrém melegek, nem tudnak ezek az extrém szélbetörések hirtelen a semmiből betörni. Viszont a medencejének van egy másik sajátossága, és ha valami véletlenül be tud mégiscsak jönni, az akár hetekig itt maradhat. Például hokáért volt olyan példa, hogy kim voltam Ausztriában, a feleségemmel, és fölmentünk egy hegytetőre, a Hochwechselre, és elnéztünk mindenfelé, szikrázó napsütés, ez egy november elejé nap volt, és elnéztünk Magyarországra, és Magyarország fölött egy nagy, sötét párafelhő volt. Magyarországon két héten keresztül csak ködöt meg párát láttunk, ez megszorult a medencében, még a környező országokban pedig szikrázó napsütés volt. Ez is a medence jellegnek köszönhető, hogy akár ami bejön, az itt is tud maradni. A másik, ami fontos, hogy a Kárpát-medence egy éghajlati ütköző terület. Nagyon-nagyon sok éghajlati hatás itt találkozik egymással, ennek köszönhetően eléggé változékony az időjárásunk. Mik találkoznak nálunk? Nyugatról, nyugati irányból, a Dévényi kapunak köszönhetően, ahol a szélcsatorna megérkezik Magyarországra, nedves légtömegek érkeznek. Ennek köszönhetően Magyarország nyugati része viszonylag nedves. Keletről száraz légtömegek érkeznek a kelet-európai pusztaságról, amelyek nyáron köszönhetően a kontinentalitásnak forró levegőt hoznak, télen viszont nagyon hideg légtömegeket hoznak be Magyarországra, tehát ez is egyfajta változás jelent. Északról hideg betörések veszélyeztetik az országot, hogyha a Kárpátok láncain át tudnak jönni, délről ellenben mediterrán klíma jellemzi Magyarországot, ami azt jelenti, hogy például Pécsnek az éghajlata az már majdhogy nem mediterrán éghajlat, és nem véletlen az, hogy viszonylag korán nyílnak ott már a mandulafák, de tavasz legelőször Pécs környékére, mert csak déli lejtőire fog beköszönteni. Nézzünk egy-két általános adatot, tehát a Magyarországnak a éghajlati adat közül. Az éves csapadékmennyiség Magyarországon 800 és 400 mm között van. Azért írom így, hogy 800-400, mert mindig nyugat Magyarországról haladunk, kelet Magyarország felé. Tehát nyugaton 800 mm, keleten 400 mm csapadék esik évente. Az éves napfénytartam elleme pont ellentetje, hiszen nyilván a felhőzöttség az nagyobb ott, ahol több a csapadék, így az éves napfénytartam nyugaton 1800 óra körül van, keleten 2300 óra is lehet, azért az 500 óra különbség az egy jócskán elég nagy különbség. Az éves középhőmérséket az 11-12 Celsius fok, ebben nincsen nagy extrémitás, a legkisebb egyébként az 6 fok környékén van is az a kékestető. A legnagyobb az meg olyan 14 fok környékén van, Szeged környékén. Íme egy összefoglaló térkép Magyarország éghajlatáról. Én azt gondolom, hogy ez egy eléggé
nehezen értelmezhető térkép, mert oké, mondjuk, hogy meleg száraz, meg meleg nedves, meg nem tudom micsoda, de azt gondolom, hogy ezeket jobb külön-külön venni. Egyébként van is ehhez egy térképetek az Atlaszban. Találok egy Atlaszt, akkor meg is mondom, hányadik oldalon. Talán a 16-18. Oldal környékén kéne lenni ennek a térképnek, de aztán lehet, hogy nem ott van, ahol hát többféle éghajlati térképet lehet találni Magyarországgal kapcsolatban. Már ide is lapoztam. Igen, tévedtem, a 22-23-24. Oldalon vannak ilyen éghajlati magyarázó térképek, amelyek között többet egyébként meg is fogunk ma tekinteni a mai órán, tehát hogyha házi feladathoz kellnek térképek, akkor az atlaszunkban megtaláljuk őket, ugye van atlaszotok elviekben, meg kiosztottam, mint kiderült. Magyarország hőmérséklete. Nézzük először a hőmérsékleti sajátosságait Magyarország. Ugye íme a Magyarország középhőmérsékleti térképe, láthatjuk, hogy a legkisebb, legalacsonyabb középhőmérséklet az a magas hegyeinkben van, méghozzá Kékestető környékén, ugye ahol 5-6 fok környékén van a magyar országi éves középhőmérséklet, ez nem túlzottan magas, a legmagasabb az pedig 11 fok fölött van, ugye az Alföldön, illetve hát ugye itt a Tapolcai medence környékén, tehát kifejezetten meleg területe Magyarországnak, illetve itt a Mecsek környékén. Az országos átlagos havi középhőmérséklet, ez egy 1971 és 2000 között készült átlagból épített diagram. Ez egy nagyon-nagyon picit változik mostanában, és egy picikét talán fölfele megy, de maximum egy ilyen fél fok, egy fok környékén. Az egyébként nem is olyan kevés, hogyha átlag havi középhőmérsékletet nézünk. A lényeg, hogy a leghidegebb hónap az a január környékén van, ahol ott -1-2 Celsius fok környékén van a magyar középhőmérséklet, és a legmelegebb az pedig természetesen július-augusztus, ott a fordulóján 21-22 Celsius fok is lehet a havi középhőmérséklet. És hát ugye láthatóan, hogyan változik az éves középhőmérséklet 1901 és 2009 között, ugye vannak hidegebb évek, és vannak melegebb évek, hát ugye a leghidegebb év az 1939-41 környékén van, ugye ott a második világháború idején baromi hideg volt, ez minek köszönhető, hogy van-e köze a háborúnak, egyes meteorológiai történészek szerint igen, mert a háborúban felszabaduló mindenféle gázok, gőzök, por és hasonlók, azok ugye az üvegház hatást azt mérsékelték, illetve a besütő energiát, és ennek köszönhetően lehet, hogy itt azért volt ennyivel hűvösebb, de ha megnézzük, akkor hát folyamatosan melegszik a hőmérséklet, és ugye ott 2008 környékén már a 12 Celsius fok környékét is elérte az átlagos évi középhőmérséklet Magyarországon. Ez már itt a januári középhőmérséklet térkép, ugye láthatóan a leghidegebb az a Mátrában és a Bükkben van, ahol -4 fokos januári középhőmérséklet van, de ez annak is köszönhető, hogy itt vannak olyan úgynevezett fagyzugos völgyek, amelyben megtelepszik a hideg levegő, és fölé kerül a meleg levegő, akkor a hideg levegő nem tud kijönni, és akkor akár heteken keresztül is extrém hidegek lehetnek. Ugye itt, hogyha megnéztek egy téli időjárás jelentést, akkor látni lehet, hogy itt az északi középhegységben vannak olyan helyek, ahol ilyen -18-akat ír, meg -25-öket, meg nem tudom miket. Itt is mértek egyébként a leghidegebb hőmérsékleteket, és ez annak köszönhető, hogy itt vannak úgynevezett fagyzugos helyek, amikor megül a hideg levegő, és akkor nem tud kimenni. És ha már erről beszéltünk, hidegrekordok Magyarországon, hát ugye látszik, hogy a leghidegebb, ugye 1901 óta mérnek ilyen hőmérsékletekordokat, egyébként ezek megdőltek az utóbbi időben, ha jól emlékszem, 2016 telén, amikor ugye befagyott a Balaton is másfél hónapra, akkor ezek a gondolatok itten megdőltek, ezek a rekordok, de legalábbis 2010-ig ugye Kecskemét tartotta -33 fokkal a hidegrekordot, de azért hozzá kell tennem, hogy a észak-magyarországi fagyzugos kis falvakban nem mindenhol voltak hivatásos hőmérők, és ennek köszönhetően az ott lévő hideget nem nagyon feltétlenül tudták mérni, de ugye látszik, hogy az 1929-ben hát elég hűvös
tél lehetett, legalábbis volt egy ilyen hideg betörés, hiszen a legtöbb hideg rekord az onnan, vagy 1942-ből származik. Íme a meleg része a dolognak, ugye július. Ugye látható, hogy a leghűvösebb 18 fok alatti hőmérséket az megint csak az északi középhegységre jellemző, illetve az Alpok aljára. A legmelegebb pedig hát a Tisza környékén, a Körösmaros közén, illetve Szeged, Kecskemét, Kiskunság területén van a legmelegebb, plusz 22 Celsius fok fölötti középhőmérséklettel. És hát íme az extrém meleg rekordok. Na most azért hozzá kell tenni, hogy ezt nem napon mérik. Tehát ha napon mérnék, ugye akkor itt akár 55-60 fok is lehetne, hiszen rástan a hőmérőre nap, akkor az ugye melegebb. Ezeket általában árnyékban mérik, és akkor az, ha megnézzük, az 41,9 fok árnyékban, azért az nem volt túlzottan hideg. És hát ezek nem voltak régen, ugye 2007-es szinte az összes adat, sőt, így és igen, szinte az összes adat, meg van itt egy 1946-os, meg egy 2000-es is. Tényleg iadatlan meleg volt abban az évben, úgy emlékszem. Ha jól emlékszem, azon a nyáron pont egy táborban dolgoztunk árnyék nélkül, és hát ugye meg lehet pusztulni, olyan meleg volt ezen a héten, amikor ezeket a óriási hőmérsékleti anomáliákat mérték. Magyarország hőingása, ugye az éves közepes hőingás láthatóan olyan 23 Celsius fok között van, ugye januárban mínusz 1, júliusban 22, az így 23 Celsius fok. Hőmérséklet. Ahogyan megbeszéltük, a leghidegebb hónap az a január, mínusz 4 és 0 Celsius fok közé tehető a hőmérséklet. Itt nem nyugatról megyünk keletre, hanem a hidegtől a melegebbig természetesen. Érdekes módon nyugaton van egyébként a melegebb, Kisalföldön, Alpok alján van talán, hát inkább a Kisalföldön van a legmelegebb, meg a Balaton mellett télen, és a leghidegebb akkor is egyébként Szegeden van. Legalábbis középhőmérséket, de extrémitásban természetesen nem, ott az északi középhegység működik. A legmelegebb július hónapunk, ahol 18 és 23 fok közé megyünk, hát nyilván aki hűsölni akar, az inkább menjen ilyenkor a hegyek környékére, illetve hát természetesen a Balaton környékére, hát majd meglátjuk persze, hogy mehetünk-e. Az éves közepes hőingás pedig 23 Celsius fok. Milyen jellemzői vannak még a hőmérsékletnek Magyarországon? Ugye jellemző még, hogy Magyarországon az hegyek északi lejtői általában hűvösebbek, csapadékosabbak, a déli lejtőket éri a napsütés, ennek köszönhetően ezek a melegebbek, és ennek köszönhetően ezek a gyümölcsösök, illetve legfőképpen a szőlőtermesztésnek a helyszínei, ezek a déli lejtők. És hát vannak ezek a bizonyos fagyzogos helyek, amiről beszéltünk, ahol megül a hideg levegő, és ott napokig tartó extrém hőmérsékleti anomáliák is lehetnek, tehát megfelelően hideg lehet. Nézzük a csapadékot. Íme csapadék átlagtérkép. Ugye láthatóan nyugat a sötétkék, mert nyugaton van a több csapadék, ugye 850 mm-re, most azért ne legyünk bénák, és a tavakat ne nézzük hőmérsékleti anomáliának, jó? Tehát meg csapadék anomáliának. Jó, tehát nyugaton, az Alpok alján, illetve a Zalai-dombság területén 850 mm fölött van, illetve esetlegesen még az északi középhegység magasabb tájegységein, és keleten vannak kevesebb, a legkevesebb ott a Tisza környékén, ott Szolnok magasságában, meg a Hortobágyon van a legkevesebb csapadék. És hát a havi csapadék eloszlása nagyon érdekes, hogy mindig azt mondják, hogy január az ilyen csapadékos, meg nem tudom, hogy január az egyik legszárazabb, meg február az egyik legszárazabb, csak ugye a kevés csapadék is könnyedén megmarad, hiszen akkor nincsen kipárolgás, és igen, nagyon jól látjuk, hogy június-július a legcsapadékosabb hónapunk, ez annak is köszönhető, hogy ekkor vannak a medárnapi esők, ugye ott tudjuk, ott van, amikor június 12 környékén van az, hogyha medárnapján esik, akkor 40 napig esik, és ez igaz is. Jó, nem azt jelenti, hogy egyben esik, hanem hirtelen lezúduló záporok, zivatarok formájában hullik le a csapadék. Én emlékszem, egyszer volt egy évzárom általános iskolában, mentünk az évzáról, a zeneiskolába tartották az évzárót, meghallgattuk az igazgatónéni beszédét, meg átadtak valami díszkönyveket, és akkor
mentünk volna vissza a általános iskolába, vagy az osztályba kiosszák a bizonyítványokat, ugye az a színház kert túloldalán volt, és mentünk volna vissza, és nem tudtunk kijönni a zeneiskolába, mert közben leszakadt az ég, és a csatornák nem bírták elvinni a vizet, és az autók azok gyakorlatilag küszöbb vonalig, meg tengelyig álltak a vízben, és nem lehet kijutni sem a zeneiskolába, minden csapadék oda folyott le. És 1901 és 2009 közti csapadék diagramok, hát ugye látszik, hogy itt 1915 egy viszonylag csapadékos év volt, meg 39 is egy viszonylag csapadékos év volt, és hát ugye azért vannak viszonylag szárazabb évek is. Hát most azért ebben az évben kifejezetten szárazság van, tehát az, hogy itt vagyunk április 28-29-én, és hát nem tudom, most már 6 heten nem nagyon láttunk esőt, csak néha egy ilyen zivatar leesik, mint ami most kis pötyög itt kint. Hát azért nem volt feltétlenül áprilisra jellemző, de majd meglátjuk, lehet, hogy május meg csapadékos lesz. És a csapadékhoz kapcsolódik az aszály. Ugye az aszály azt jelenti, hogy annyira nem esik eső, vagy akkora a hőmérséklet, hogy a föld teljes mértékben kiszárad, és ennek köszönhetően a benne lévő növények is ki tudnak pusztulni, akkor kicserepesedik a föld, rések lesznek benne. Hát aszály az inkább ugye az alföldet sújtja, láthatóan a térképen, kevésbé sújtja a mi környékünket. Na nézzük, mit tudjunk a csapadékról. Ugye az éves csapadék szint az 450 és 850 mm között van, nyugat csapadékosabb, közép-alföld pedig a szárazabb, és akkor van egy ilyenünk, hogy aszály. Ugye az aszály olyan időszak, amikor vagy a csapadék alacsony mennyisége miatt, vagy a magas hőmérséklet miatt a talaj párolgási vesztesége jelentősen megnő, kiszárad és megakasztja a növényzet fejlődését. Ugye milyen gyönyörű szép szakszöveget írtam ide le nektek. Gyakorlatilag az aszálykor tök kiszárad a föld, és a növények meg kipusztulnak belőle. Egyetlen egy védekezés van, az öntözés, viszont aki majd ilyennekkel foglalkozni, az a fejében figyelmet, hogy aszályos időszakban napközben nem öntözünk, mert akkor az a szerencsétlen növény az nem abba fog kipusztulni, hogy nem kap csapadékot, hanem abba, hogy fölforr az agyvize, és úgymond kiég. Tudom, nincs agyvize a növényeknek, miatt még bármelyik biológus belém kötne. Napsütés. Az is egy fontos történet, a napsütéses órák száma. Ugye kétféle módon tudunk napsütést mérni, az egyik a napenergia mennyisége. Ugye mostanában ez egészen fontos lesz így, hogy napelem parkot építünk jobbról, balra, balról, jobbra Magyarország területén, meg Veszprém környéken is most annyi napelem park épült, hogy már én rosszul vagyok. Most a hétvégén is belefutottam egybe, amivel nem is tudtam, hogy létezik. Szóval napelem parkok épülnek, és azért, hogy megnézzük, hogy hol mennyi nap süt. Ugye láthatóan a legmagasabb az a 4900 megajoule per négyzetméter tartam, és ez ugye Szeged környékén van. A legalacsonyabb az a Budapest környékén, a Budapestnél nincsen napenergia, és nem kell, úgyis sokat keresnek. Ellenben, ami még talán fontosabb, a napsütéses órák száma. Na most, a napsütéses órák száma az két dologtól függ, az egyik, hogy meddig ideig van fönt a nap adott napon, hát nyilván télen kevesebbet, nyáron többet, illetve attól is függ, hogy mekkora a felhőzöttség. Ahol több a felhő, tehát több csapadék esik, ott kevesebb nap is süt. Ahol kevesebb a felhő, ott nyilván több nap süt. Ennek köszönhetően ugye alapvetően úgy kéne kinézni ennek a térképünknek, hogy az Alföldnek kéne a leginkább napsütésesnek lenni, és látható, hogy majd, hogy nem ez így is van, de mégsem, mert azért a dunántúli dombság területén ott nagyobb a napsütéses órák száma, ez valószínűleg a mediterrán résznek köszönhető, hogy szeptember-októberben ott gyakorlatilag nem látunk felhőt szinte az égen. Egyébként meg nagyjából 2100 és 1700 között van Magyarországon napsütéses órák száma. És hát íme, hogy a globál sugárzásnak a mennyisége, energetikai mennyisége hogyan van, ugye látható, hogy júliusban és júniusban a legnagyobb. Ez ugye annak köszönhető, hogy az ilyen magas, hogy júliusban vannak a leghosszabb, vagy júniusban vannak a leghosszabb nappalok, júliusban pedig a legerősebb a napsütés. Augusztusban is nagyon erős, csak augusztusban már rövidebbek a nappalok, ott már láthatóan rövidebbek a nappalok, mint a nyár elején. És hát itt a felhőborítottság, ugye ez fordított, és látható, hogy júliusban a legkisebb, illetve augusztusban a legkisebb a felhőborítottság. Ezt nyilván nyaralni akarunk menni, akkor ezt érdemes megfontolni. Nem véletlen az, hogy a magyarok július-augusztus környékén mennek nyaralni.
Na nézzük, mit tudunk a napsugárzásról. Tehát, ahogy mondtam, 1700 és 2100 óra között van nagyjából. Az Alföldön van, meg a Dunántúli dombságon a legtöbb napsugárzás, óraszámban és kilojoule-ban. És hát ami nagyon fontos, hogy nyáron magas az UV-sugárzás, ami káros lehet a szervezetünkre, ennek köszönhetően 11 és délután 3 között ne napozzunk, mert nagyon menjünk ki a napra, akkor próbáljunk siesztázni, vagy valami hasonló. Egyébként ez érdekes lesz, hogy a mostani helyzet hogyan befolyásolja, mint az UV-sugárzás, nem kevesebb a káros anyag a levegőben, és az ózon réteg is nyilván vastagszik ennek köszönhetően, majd ezt meg fogjuk látni a nyáron. Persze, hogy főleg, hogyha arról leszünk ítélve, hogy a panelban üdögéljünk, akkor meg végképp meglátjuk. Úgyhogy figyeljünk arra, hogy az UV-sugárzást azt vegyük figyelembe, amikor nyáron mondjuk napfürdőzni akarunk a Balatonparton. Széljárás a Magyarországnak. Magyarország széltérképe elég egyszerű, egy irányba mennek a vonalak, gondolnánk mi, hiszen a Dévényi kapunál, ugye az itt található ezen a környéken, a Dévényi kapunál törnek be a szelek, és hát jönnek Magyarország felé, és ennek köszönhetően a mi környékünkön nagyon jellemző az észak-nyugati szél, nagyon ritka, hogy megfordul. Egyetlen egy ilyen időpont van, amikor tudjuk, hogy megfordul a széljárás, ez Medárd napja környékén, ott nyár elején, akkor egy ilyen monszun jellegű fordulás van, bár nem 180 fokot, csak 135 fokot fordul a széljárásunk, de más irányból fúj a szél, és ennek köszönhetően hoz csapadékkal gazdagabb, meg melegebb légtömegeket. A Magyarország keleti felén viszont ugye keletől fúj be a szél, és hát ugye ez árasztja el az Alföldnek, főleg a Tiszán túli részét, ott észak-keleti szél jellemző. Na, mit kell tudnunk a széljárásról? Ugye észak-nyugati szél a jellemző, Dévényi kapunál tör be, a Tiszán túliaknak egy kis észak-keleti is jön. Magyarországon a szél az viszonylag gyenge, nyilván nem ezt tapasztaljuk Veszprém környéken, de mihez viszonyítva, tehát nálunk nincsenek tájfunok, meg orkánok, meg nem tudom micsodák, tehát 3-400 km/órás szél az nem nagyon van. A legnagyobb széllökés, amit mértek, az 126 km/óra volt, átlagos széllökés, tehát itt volt egy 150-es is egyébként, és ezt nem máshol mértek, mint a Kaphegyen, mert hogy Magyarország leginkább szélnek kitett vidéke, ez a Kaphegy-Veszprém közti terület, tehát itt fúj a legtöbbet a szél egyébként Magyarországon, és itt az viszonylag erősen is tud, tehát azért amikor egy ilyen 120-as átlag erejű szél az ott tombol, akkor ne nagyon menjünk ki biciklivel, mert kifújja alulunk a bringát a szél. A frontok. Itt most nem katonai frontokról lesz szó, mint történelem órán, hanem időjárási frontok. Kétféle frontot ismertek ti, amiről hallottak, az egyik a meleg front, a másik meg a hideg front. Mi történik meleg frontnál? Meleg frontnál az történik, hogy megérkezik tehát hideg levegő van valahol, megérkezik a meleg levegő, szépen fölé csúszik, és ennek köszönhetően a fölfelé szálló levegő szép lassan lehűl, a benne lévő nedvesség telített lesz, és lassú, széles frontvonalú, több napig tartó, csendes esőt fog eredményezni. A meleg front általában ezt okozza. Mi a helyzet a hideg fronttal? A hideg front az megérkezik viszonylag gyorsan, ennek köszönhetően nagy szelet is okoz, és benyomul a meleg levegő alatt. A meleg levegőt maga fölé nyomja. Viszont azt hirtelen nyomja föl, ennek köszönhetően az hirtelen hűl le, hirtelen engedi el a benne lévő nedvességet, ami hirtelen lezúdul, és ennek köszönhetően egy viszonylag keskeny, de nagyon heves esőzésekkel teli zivatarsáv jön a hidegfrontba, majd utána pedig kristálytiszta levegő lesz a környéken. Ugye íme egy másik ábra is, ahol hideg, illetve a meleg levegő váltakozása van, ugye általában jellemző csapadékot hoz. Na most ez a nagy átlag, amit mi ismerünk, hogy van hideg, meg van meleg front, majd mindjárt látni fogjuk, hogy van egy Kákosi Csaba nevű bácsi Magyarországon, ha jól emlékszem, még talán él, engem tanított ez a bácsi, ő egy meteorológiai szakértő, aki azt mondja, hogy Magyarországon 13 féle frontállás van, ezt annak idején el is mondta, hogy milyen 13 féle frontállás van, meg ne kérdezik, mert fogalmam nincs róla. A lényeg, hogy különböző módon állhatnak a frontok, és hát őbe bele volt szerelmesedve, és ezt nagyon jól tudta mondani, de hát van ilyen, nyilván. És íme a ciklonok, amelyek ugye követik egymást, a meleg meg a hideg frontok, és akkor így ez a magas légkörben változik. Ezek az 1010, meg 1005, meg 1000, meg
9,90 meg stb. Ezek a nyomások Pascalban megadva, hogy mekkora nyomást eredmény az adott terület, és akkor így forognak ezek a ciklon. No, milyen hatásai vannak a frontoknak? Ugye Kákosi Csaba professzor, ahogy mondtam, 13 típusú frontállásról beszél Magyarország tekintetében. Mi maradjunk annyiban, hogy van hideg, meg van meleg front. A hideg front, ugye, mint tudjuk, fölnyomja a meleget, meleg levegőt maga fölé, és hirtelen nagy esőzéset okoz tiszta levegővel utána, a meleg front pedig szépen felcsúszik a hideg levegő fölé, és lassú több napig tartó esőt okoz. Ezt kell tudnunk erről. Viszont, ami biztos, a frontok általában nyomásváltozást okoznak, légnyomásváltozást, általában megnövelik a légnyomást a környéken, amely a fronttal érzékenyeknél egészségügyi problémákkal járhat. Milyen egészségügyi problémák lehetnek? Például vérnyomás ingadozás. Nem érdemes feltétlenül front időszakban vérnyomást nézni, mert lehet, hogy az egekbe fog menni, vagy pedig nagyon le fog csökkenni. Fejfájást, végtag fájdalmat, izomfájdalmat okozhatnak. Attól függ, hogy ki mire érzékeny. Nekem például a bal vállam az kifejezetten érzékeny egy bizonyos frontállásra, attól meg tudok őrülni, amikor az érkezik. Közérzeti problémákhoz vezethet, valaki idegesebb lesz, nőknél ez jobban érzékelhető, férfiaknál kevésbé, bár mondjuk egy nő biztos más mondana erre. És hát koncentrációs problémákat okozhat, ez például a vezetésben nyilvánul meg, hogyha tudjuk, hogy frontra érzékenyek vagyunk, és bemondanak valami frontérzékenységi reakciót, és tudjuk, hogy akkor nem tudunk koncentrálni, akkor nem menjünk autóval vezetni, mert hát ha baleset lesz a vége, jobb elkerülni az ilyesmit.